A világbajnokságon azonban valaki más is produkált hihetetlen. Most 180 kg-mal próbálkozik a bolgár Stefan Topurov. Sarkisian nagyon ideges volt, ahogy elmesélték, akik látták, ugyan már 6 jó gyakorlatot teljesített, de mégiscsak Topurov kezében van a döntés. Tőle függ, ki lesz a világbajnok, a bolgár vagy a szovjet. Rettentő erőkifejtés, ahogy föláll, de aztán ez egészen fantasztikus erőre val. Ebből a helyzetből képes visszaállni és teljesíti a 180 kg-ot. Soha nem volt még a súlyemelés történetében ilyen szituáció, hogy egy versenyző saját súlyának, saját testsúlyának háromszorosát legyen képes a feje fölé vinni. Most a bolgár Topurov erre is képes volt, közel 60 kg-os testsúlya 180 kg-ot lökött. Ezzel befogta Sarkisian, de meghaladni nem tudta, a harmadik lökése már nem sikerült. Így a versenyt Sarkisian nyerte. Számunkra